Hát, sziasztok! Itt vagyok egy update videóval, ugyanis van sok fontos fejlemény, amit szeretnék veletek megosztani, ami érinti a csatornát, meg persze ezáltal titeket is. Úgyhogy legyen a legelső az a szemüveg, nem ezért készül a videó, de ha már rajtam van, elmondom, mert azt hiszem, hogy nem volt még olyan videó, amiben szemüvegben lettem volna, legalábbis én nem emlékszem, vagy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy szemüveget viselek, illetve mindig nagyon sokan szoktátok írni, hogy nagyon szép zöld szemem van, köszönöm szépen, és hogy kontaktlencsét viselek-e, és írtam is már többször, hogy nem, és igen, tehát a zöld az a saját szemszínem, de igen, viselek kontaktlencsét, sima átlátszó dioptriás kontaktlencsét, ugyanis mínusz 4-es sajnos a szemem, úgyhogy ezért állandóan kell vagy a kontaktlencse, vagy a szemüveg. Viszont az esetek 99%-ában kontaktlencsét hordok, nagyon-nagyon szeretem, és a szemüveg igazából zavar is, mert egyszerűen zavar, hogy itt van az orromon, meg másként fókuszál ugye a szem a kontaktlencsével, meg a szemüveggel, és elfárad a szemem a szemüvegtől, meg például ugye sminke videót nem tudok szemüvegben készíteni, stb. Stb. Úgyhogy most azért vagyok csak szemüvegben, mert elszakadt az egyik kontaktlencsém, és csak holnap tudok újat venni, és most így tudok nektek videózni, illetve ez úgyis egy beszélgetős videó, úgyhogy teljesen mindegy, de akkor gondoltam, ezt már megosztom veletek. A következő nagyon-nagyon fontos, és igazából főleg ezért készül ez a videó, az az, hogy szeretném nektek jelezni, hogy előfordulhat most a következő 1-2 hónapban, hogy nem tudom tartani az ígért heti 2 videót, nem szeretnék kifarolni az ígéretből, egyszerűen ennek az az oka, aki követ, az tudja, hogy újvárosba költöztem, és hála a jó Istennek, nagyon-nagyon örülök, új munkahelyem lett, sikerült, oda vettek fel, ahova szerettem volna, és ez egy nagyon-nagyon jó munkakör, és nagyon örülök neki tényleg, úgyhogy most az elkövetkezendő 1-2 hónap azért, amíg úgy nagyjából beáll a rendszer, meg megszokok mindent, az nekem most csak a munkáról fog szólni, és tényleg szeretnék 100 vagy 110%-ot nyújtani, úgyhogy nem biztos, hogy sikerül mindig a heti 2 videót megcsinálni. Persze igyekszem úgy alakítani a hétvégéket, hogy megcsináljam a videókat, és legyen heti 2, de előfordulhat, hogy lesz olyan hét, amikor csak heti egy videó megy fel, úgyhogy elnézést előre is, de kérem a megértéseteket, és szerintem megérthető ez a helyzet, úgyhogy ezt csak szeretném jelezni nektek mindenképpen. Következő fontos dolog, amit szeretnék mondani, hogy hamarosan lesz room tour és beauty sarok videó. Tudom, hogy nagyon sokan várjátok már és kértétek, már nem felejtettem el, készül már a videó, és hamarosan fel fog menni az a videó is. Aztán a következő fontos dolog, hogy hamarosan lesz nyereményjáték is, ugyanis ahogy ígértem, 5000 feliratkozónál kisorsolok egy szép nagy nyeremény csomagot köztetek, ami főleg szépségápolás és smink termékekből fog állni, ahogy eddig is. Ezért kérlek, minél többen lájkoljátok és osztátok meg a videóimat, hogy minél hamarabb 5000-en legyünk, és ki tudjak sorsolni köztetek egy ilyen szép kis ajándékcsomagot. Következő fontos dolog, amit még akartam mondani, illetve kérdezni tőletek, hogy ahogy tudjátok, illetve aki szintén követ, vagy látta az új év, új élet videómat, abban mondtam, hogy igyekszem egy ilyen egészségesebb életmódra áttérni, életmódváltásban vagyok, úgymond, és ez főleg nálam ugye az egészséges étkezésről és több sportolásról szól, és így március végén már jó úton haladok, úgy érzem, és szeretném kérdezni, hogy szeretnétek-e ezzel a tapasztalataimmal kapcsolatos videót, főleg ugye azokra gondolok, akik szintén szeretnének életmódot váltani, egészségesebben étkezni, esetleg fogyni is egy kicsit, azoknak nagyon hasznos lehet egy ilyen videósorozat, úgyhogy gondoltam erre, hogy készítenék ilyet, hogyha érdekel titeket. Már van elég sok olyan tapasztalatom, ami szerintem segíthet sokaknak, akit érdekel ez a téma, és tényleg úgy elmondanám, hogy mi az, ami bennem igazán úgy átfordult, és ami nagyon-nagyon segít ezen az úton. Megmutatnám, hogy mondjuk mi a napi étrendem, ugye napi 5-szöri étkezés javasolt, és erre tényleg szükség is van, hogyha átálltok, megszokjátok kell a napi 5-szöri étkezés, hogy folyamatosan fenntartsuk az anyagcserét, ne legyen farkaséjség, stb. Stb. Szóval ilyenekről is például tudnék beszélni, és már tapasztalatokat megosztani, akkor arról, hogy hogyan lehet beilleszteni a sportot az életünkbe, akkor is, hogyha elég elfoglaltak vagyunk.
Szóval igen, azért nem mindig jut idő a sportra, de találtam a sportolásnak, mozgásnak egy olyan módját, amit azért elég könnyen be lehet illeszteni, még ha elfoglaltak is vagyunk, vagy nem annyira szeretünk, vagy nincs annyira kedvünk sportolni, akkor is jó lehet sok mindenkinek. Úgyhogy gondoltam rá, hogy készítenék ebből egy videósorozatot. Szeretném kérdezni a véleményeteket, hogy kiket érdekel. Hogyha érdekel titeket, akkor lájkoljátok ezt a videót, vagy még jobb, hogyha megírjátok a kommentbe, hogy igen, legyen egészséges életmódsorozat videó, és ha látom, hogy sokan érdeklődtök, akkor fogok készíteni ilyen témájú videókat is. Ja, és még egy utolsó kis fejlemény, sajnos ez nem annyira jó, de nem is katasztrófa, túlélem. Smink videót nem tudom, hogy mikor fogok tudni felvenni nektek, mert képzeljétek el, hogy a szemhéjamon egy allergiás bőrreakció alakult ki, vagy jött létre valamitől, és hát most így nem annyira látszik, szerintem meg már kezd gyógyulni, mert kamillával is kezelem, meg gyógyszert is szedek rá. Egy ilyen piros, száraz, ekcémaszerű foltok jöttek ki a szemhéjamon csak, illetve itt egy nagyon picit a szem alatt, tehát itt valahol a szem környékre valószínűleg kentem valamit, ami irritálta és egy ilyen allergiát váltott ki, úgyhogy így azért addig, amíg ez nem gyógyul meg teljesen, addig smink videót nem szeretnék készíteni, mert nem is túl egészséges most sminkelgetni, meg a látvány se annyira szép, mert tényleg ilyen száraz, ráncosott a bőr, úgyhogy hát sajnos most ez van, de hát igen, ilyenbe is belefutunk, főleg aki olyan ultra érzékeny bőrű, mint én, úgyhogy csodálkozom, hogy még csak életemben először most fordul ilyen elő, de mindegy, már gyógyulgatok, úgyhogy például ezért is gondoltam, hogy most egy ilyen beszélgetős videót veszek fel nektek, meg hát ezt a sok-sok mindent szerettem volna megosztani veletek, és majd kikérni a véleményeteket, visszajelzéseteket, például ugye az egészséges életmód videóval kapcsolatban. És akkor a végére is értünk ennek a videónak. Várom a kommentbe a visszajelzéseket, legyenek nagyon-nagyon-nagyon szép napjaitok, végre itt a jó idő, úgyhogy millió puszi mindenkinek. Iratkozzatok fel minél többen, legyünk minél hamarabb 5000-en, hogy tudjak nyereménycsomagot sorsolni nektek. És ennyi. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, hogyha nem vagy még feliratkozva a csatornámra, akkor kérlek iratkozz fel, és találkozunk hamarosan a következő videóban. Sziasztok!